Május 28-án szombaton ismét megrendezésre került a Péti Gyereknap. A felső iskola mögötti területet ellepték a jókedvű fiatalok, akikről ez a nap szólt. A Pétfürdői Diák Sportegyesület szervezésében létrejött eseményen rengeteg izgalmas program közül választhattak a gyerekek. Kezdésként a Péti Solymok Tékvándó Sportegyesület mutatkozott be, akik látványos elemekkel tarkított koreográfiával szórakoztatták az érdeklődőket. Délelőtt 10 órától különböző sport és ügyességi feladat várta az örökmozgó ifjakat. Hagyományos népi játékokkal ismerkedhettek, íjászkodhattak, a bátrabbak a falmászás alapjait is kipróbálhatták. Nagy sikere volt a légváraknak, de az arcfestésre is sokan jelentkeztek. A másik nagy kedvenc a kutyás bemutató volt, ahol a blökik néhány jutalomfalatért cserébe megmutatták a tudásukat.
Az iskola torna termében lehetőség nyílt pingpongozni, valamint nemezelhettek is a gyerekek. A feladatok teljesítéséért a gyerekek piszkéket kaptak, amiket összegyűjtve aztán a büfében értékes nyereményekre válthattak. A nagy melegben megfáradt lurkókat üdítővel és zsíros kenyérrel is várták, hogy újult erővel vessék bele magukat az önfeledt szórakozásba. A kilátogatók mind remekül érezték magukat, a változatos programok között mindenki megtalálhatta a kedvére valót.